Az idei 13. gáláig összesen 36-an vehették át a megyei prímadíjat. Az Országos Prima Primissima díj mellett a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete azért hozta létre ezt a díjat, hogy megjutalmazhassák azokat a személyeket is, akik a megyében végeznek színvonalas munkát, szakmai tudásukkal hozzájárulnak a megye fejlődéséhez, tudományos, művészeti és közösségi életéhez, valamint példaértékű teljesítményükkel méltán vívták ki az itt élők elismerését. Idén is 10 kategória jelöltjei közül kellett kiválasztania a kuratóriumnak a megyei díjazottakat. Minden évben egy nagyon nehéz feladat a jelölteket kiválasztani, mert minden kategóriában mindig van több jelöltünk. Most is volt olyan kategória, ahol 4 jelölt is volt. Ez ennek a társadalmi kuratóriumnak egy ember próbáló feladat, hogy ki legyen az a 10, aki már ide kerül. És amikor kiválasztjuk nagy nehezen ezt a 10 jelöltet, akkor rádöbbenünk arra, hogy ők mindannyian lehetnének prímadíjasok is már, és akkor kit választunk közülük, mi a szabályozatunk szerint csak 3 prímadíjas se lehet, és egy külön díjas, vagy esetleg 2 külön díjas, de mi mindig egynek adunk külön díjat. Ez egy nehéz örömteli feladat, amit szívesen csinálunk. A megyei prímadíjat végül magyar irodalom kategóriában Kovács Judit író, magyar építészet és építőművészet kategóriában Szabolcsné Rezsőfi Ágnes építész, valamint magyar népművészet és közművelődés kategóriában Nagy Csaba tárogató művész érdemelte ki. Nagyon sok felé elviszem én Vajának, Nyíregyházának, Szabolcs-Szatmár Bereg megyének a jó hírét, de ez nem mindig derül ki, mert hiszen ahová eljutok, ott csak éppen azok tudják és értesülnek arról, hogy honnan is érkeztem. És ez a díj azt is bizonyítja számomra, hogy az itthoniak számon tartják az én tevékenységemet, és talán éppen ennek köszönhető az, hogy a 3 prímadíjas közül az egyik én voltam. A megyei prímadíj külön díját magyar sport kategóriában Rózsa Gábor karate edző vehette át, Nyíregyháza városi külön díját magyar tudomány kategóriában Fábián Gergely kapta, a megyei közgyűlés külön díját pedig magyar sajtó kategóriában Dankó László újságírónak ítélték oda. Nagyon örülök ennek az elismerésnek, hogy a megye méltónak talált erre a díjra, és ez arra sarkal, hogy az ember még jobban dolgozzon, és hogy ne csak a városban, hanem valóban a megyében is tevékenykedjen. Ez egyébként jellemző volt korábban is, voltam a Tiszai árvíznél annak idején, pont amikor átszakadt a gát, például életem egyik legmegdöbbentőbb élménye volt, és hát a megyei diák sport területén is elég sokat dolgozom, és köszönöm szépen tényleg a megyének ezt az elismerést. Nagyon-nagyon jól esett, és hát bízom abban, hogy ezek után még jobb munkával hálálhatom majd meg mindezt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a megye vállalkozóinak a munkáját is elismerte, a különböző kategóriákban összesen 7 díjat osztottak ki. A megyei vállalkozók közül Pap Sándor Dezső, a Pakom Kft. Ügyvezető tulajdonosa, és Lakatos Gergely, a Panyolai Szilvórium ZRT vezérigazgatója a decemberi Budapesti Prima Primissima gálán az év vállalkozói díját is átveheti majd.